A kivégzések száma a világon tavaly volt a legmagasabb az elmúlt 5 évben, az Amnesty International emberi jogvédő civil szervezet erről szóló jelentése szerint. Az ismert adatok alapján 20 országban összesen 883 embert végeztek ki, ami 53%-os növekedés 2021-hez képest. Az Egyesült Államokban 18, Egyiptomban 24, Szaúd-Arábiában 196, ami a legtöbb az elmúlt 30 évben, Iránban 576 kivégzés volt tavaly. A jelentés szerint Kínában több ezer kivégzés lehetett 2022-ben, de az ázsiai ország titkosan kezeli az erre vonatkozó adatokat. A jelentés arra is felhívja a figyelmet, túl azon, hogy a kivégzések száma növekedett néhány országban, Afganisztánban, Kuvájtban, Mianmarban és Szingapurban újra van halálbüntetés, valamint Palesztina is visszatért ehhez a gyakorlathoz. Az Amnesty International jelentése pozitívumokat is említ. Az egyik, hogy néhány ország köztük Kazaksztán és Sierra Leone eltörölte a halálbüntetést. A másik, hogy minden eddiginél több, 125 ENSZ tagállam a halálbüntetés eltörlését, vagy legalábbis a kivégzések felfüggesztését követeli.